A Nemzetközi űrkutatás központjába kerülhet Magyarország, ugyanis a Space Studies programot megrendezhetjük mi itt Budapesten. Hogy ehhez mi kell, illetve a részletekről dr. Serhegyi Istvánt és dr. Szabó Kornélt kérdezzük. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Igen. És hogyha űrkutatás, akkor mondjuk tudunk Amerikáról, tudunk Oroszországról, ezt valószínűleg nincs, aki ezt a két helyet ne kapcsolná hozzá. De hát Budapest, hogyan kerülhetünk mi ennyire közel a tűzhöz? Európában azért jelentős volt az űrkutatás és az űrtevékenység nagyon sokáig a régiónkban is, Európában most is. Ugye Magyarországon volt már űrhajósunk, ugye Farkas Bertalan személyében, illetve kevesen tudják, de jelenleg a Nemzetközi űrállomáson most is van egy berendezés, ami magyar találmány. Ez a Pille, ami a kozmikus sugárzást méri, úgyhogy azért van ennek hagyománya, de most új lehetőségek, új iparágak nyílnak ezen a területen is, és mi az International Space University-nek az egyik programját a kettőből, a Space Studies programot szeretnénk ide Budapestre hozni, és akkor István majd elmondja, hogy... Miért van erre szükség? Ugye számunkra, átlag emberek számára az űrkutatás, és akár mondjuk, tehát tényleg a csillagászat, minden más nagyon messze van, nagyon távoli számunkra, mégis ezzel foglalkoztok. Van egyfajta nyitottság most a fiatalokban? Igazából ennek a Space Studies programnak az idehozatalával ezt is el szeretnénk kérni, hogy így tájékoztassuk az embereket arról, hogy az űrkutatás az nem csak űrhajósokról és rakétákról szól, hanem konkrétan arról is, hogy most nézik ezt a műsort, az is az űrkutatáshoz kapcsolódik a műholdakon keresztül például, vagy amikor beütjük az applikációnkba, hogy hova szeretnénk menni a kocsival, és megmutatja ez is a GPS-en mennyire keresztül. Egyszerű az életem, így igen. Tegnap elkéstem volna, és ha nincs az a program, akkor elkéstem volna, így megmutatta a legrövidebb utat, és ideértem időben. Így van. Mi pontosan ez a rendezvény, ami Budapestre érkezhet, illetve mit kell nekünk ahhoz teljesíteni, hogy ide jöhessen ez a Space Studies program? Egy pályázatot adtunk le a múlt hét során, és igazából ennek az eredményét várjuk. Most ezeket lepontozzák független szakértők, több ország és város versenyez, és hát mi nagy reményeket fűzünk a pályázatunkhoz, mert szerintünk elég jól sikerült, úgyhogy igazából most várjuk ezt a választ. Mikor lesz eredmény? December-január környékén lesz meg ez a rövid lista, amire 2-3 város fog bekerülni, és ezeket a helyszínen is megtekintik, majd az űregyetemnek a képviselői, és utána hozzák meg a végső döntést. Programon belül mi az, amivel ti foglalkoztak? Azon kívül, hogy összeadtatok egy pályázatot, nagyon érdekes ugye a téma, de mi az, amivel ti magatok foglalkoztok? A mi célunk az, hogy a régióban összefogjuk azokat a vállalkozásokat, azokat a fiatal startup cégeket, mérnököket, programozókat, tudósokat, akiknek a tevékenysége, bár ők nem feltétlenül tudnak róla, de egyébként alkalmazható lenne az űrkutatásban. Tájunk meg egy picit, hogy számomra is a nézők számára is értetlen, tehát ugye startup cégekkel is kapcsolatban álltok. Akkor ez jelenti azt, hogy ha valaki nem feltétlenül az űrkutatással kapcsolatban, de készít egy programot, az is mondjuk belekerülhet ebbe az egész rendszerbe. Így van, ugye nagyon fontos, hogy Magyarország tagja már az Európai űrügynökségnek, ezáltal nagyon sok pályázat nyílt meg magyarországi cégek számára, hogy európai űrprogramokban részt vegyenek. Ezen kívül maga a New Space, ami az űriparágnak az új generációját jelenti, lehetőséget ad nagyon sok cégnek arra, hogy bekerüljenek űrkutatási programokba, magánvállalatok űrtevékenységére. Kinyílt eddig néhány nagy gazdag ország űrügynökségének a privilégiuma volt az űrkutatás. Most a költségek csökkenésével a lehetőségek megnyíltak az olyan országok számára is, mint Magyarország. Erősítsétek meg, én úgy hallom, meg úgy olvasom, hogy azért a magyarok nagyon ügyesek ezekben a programokban, ezekben a fejlesztésekben. Tehát azért egy nagyfokú kreativitás benne van a magyarokban. Abszolút, tehát nekünk a mérnökeink, meg a tudósaink, azok világszínvonalon űzik ezt, csak egyrészt a marketingjük nem annyira jó, és mi ezen dolgozunk, hogy ez a marketing erős legyen, illetve a köztük lévő kommunikáció akadozik, nem tudnak egymásról, nagyon, nagyon decentralizált, hogy úgy nagyon mondjuk. Jó, beszéljünk akkor hogy arról az oldalról, hogy mondjuk marketing. Szerintetek, hogyha mondjuk van egy amerikai nagyon tehetséges fiatal, és egy magyar nagyon tehetséges fiatal, akkor a marketingen mennyi múlik most százalékosan? Ti azért a űrkutatás kapcsán azért szeretitek a matekot szerintem. Tehát lehet az, hogy mondjuk két azonos szintű ember csak kifejezetten azért tud mondjuk érvényesülni, mert erősebb a marketingje, vagy erősebb az országa?
Szerintem azért ebben az iparágban nem. Tehát itt, amit föllőnek az űrbe, annak space grade kell, hogy legyen. Tehát biztos, hogy 50 évig működnie kell, nem romolhat el. Ez az elsődleges prioritása. 50 évig működnie kell? Legalább 50 évig működni. Általában ez szokott a standard lenni, hogy 50 évig működjenek ezek az eszközök, amiket felküldenek. Az biztos, hogy a kommunikáció, hogy az üzenet, a termék hogyan van prezentálva, az nyilván nagyon sokat. Mennyire láttok ti előre? Tehát azért azt mondom, hogy ti teljesen más mátrixban gondolkodtok, mint mi átlag emberek. Hogyha szabad így fogalmazni, mennyire láttok előre mondjuk a fejlesztéseket, azt, hogy mi fog történni az autóiparban, az elektronikában, vagy bárhol máshol? Igazából mi részt vettünk a nemzetközi űrkongresszuson Ausztráliába Cornell-al, és ott például Elon Musk is szerepelt, és Elon Musk bejelentette ezeket a hatalmas rakétákat, amiket ki fog fejleszteni, amik például arra is jók lesznek, nem csak arra, hogy a Marsra eljussunk, hanem hogy a légi közlekedésbe használjuk, és a Földön bármelyik városba egy órán belül eljussunk. Óriási dolgok, amikről beszéltek, gratulálunk hozzá, nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, hogy eredményesen a pályázat, főleg úgy, hogy te az űrutazásról beszélsz, miközben BKV-val jött ma Stoll Luca. Tehát, hogy igen, de hogy mi nem látunk ennyire messzire, mint ide. Menjetek vissza volt hozzánk, és beszéljünk még erről, igen. Mert szerintem van miről. Én megyek veletek űrutazni biztosan. Hát Obama is mondta, hogy még az ő életében megyünk a Marsra, reméljük.